Na, sziasztok srácok! A mai videóban egy unboxing videó lesz. Ez a Lavax X3.1-es kameráról lesz szó, szóval tartsatok velem! Na, itt vagyok, szóval akkor kint fogjuk nyitni, és akkor nézzük. Ugye itt van a használati útmutatás, nézzük csak akkor, hol van a magyar. Ja, itt van. Na. Először is kapunk ilyen matricákat, ezek nem tudom minek. Ragasztátok oda, mint én az ajtómra szoktam, már régóta ott van. Ezt most beszéljünk maga a kameráról. Amit lehet tudni, hogy ez a kis tok, ami rajta van, ez, mindjárt megmutatom, csak nem kiveszem belőle. Ez. Ez egy vízálló tok, és például, hogyha elmentek nyáron, vagy mit tudom még mikor, akkor lehet videót csinálni, hogy például lecsúsztok a csúszdán, és akkor ugye a vízbe is ugye jól lehet látni, hogy milyen, vagy éppen horgászatnál is, hogy például mit tudom egy selfie-bot, hogyha rá lehet rakni, nem tudom, akkor ugye így a víz alá rakni, és akkor itt látni, hogy a halak ott tuszkálnak, stb. És azt hiszem 30 méterig le tud menni a kamera, utána már nem bírja elvileg. Szóval amit lehet tudni, itt ugye arról van itt mutatják a képeken, az A betű maga a bekapcsoló gomb, meg is mutatom nektek. Na, kapcsolj be. És így be is kapcsolt. Ja, akkor ugye itt vagyok. Ugyanúgy, egész jó kis kamera. A B, ott ugye az a felvételi gomb, ugye itt mutatja, ugye, hogy felvételi gomb. Ezzel lehet váltani, hogy most megnyomom ugye a bekapcsoló gombot, akkor lehet fényképet csinálni. Meg is mutatom például, most lefényképezem így. Akkor ugye, majd mindjárt meg megmutatom, akkor ha még egyszer megnyomom, akkor ott mutatja, hogy mennyi az FPS, stb. És ugye maga a kép az ilyen szép. És hogyha még egyszer megnyomjátok, be fogja dobni ezt a vaskereket, ez maga a beállítás. Ezt megnyomjátok a piros gombbal. Itt lesz az, hogy videó felbontás. Arra rányomtok, és ez legyen 720p és 60fps. Ezekkel le lehet menni fel-le. A hangfelvétel legyen kipipálva, a timelapse, az nem tudom mi, az közeles legyen, a slow motion az 180p és kétszeres, a videó bitráta az nagyon jó legyen, a loop felvétel az legyen közel. Hogy más, hogyha tovább lépjünk ide a kamerára, akkor meg kell nyomni ezt a gombot, azt hiszem. Ja nem, akkor meg kell nyomni a bekapcsoló gombot. És akkor ott vagyunk, hogy fotó felbontás az 16M legyen, az időzített, automatikus és a dramashot az közeles legyen. Van a három csík, az exponálás, azt nem tudom, azt írjátok le egyszer kommentbe, hogy az mit jelent, mert ez nekem nullán van. A fehér egyensúly ott annyi, hogy milyen legyen napos, felhős, izzó, meg kocsi. Én az izzósat használom, mert talán az a jó. Van képforgatás, azt szerintem pipáljuk ki, mert a képforgatás az, hogyha ha például így videózol, akkor nem fordul így el a kép, hanem konkrétan ugyanúgy egyenesben marad. A vezetési mód azt nem tudom. Van wifi-e, szóval ingyen wifi is. Azt majd megmutatom nektek, hogy milyen. Akkor utána megmentek a vaskerékre, ott van, hogy majd jelenetek angolul lesz, csak itt lesz, hogy fönn, hogy nyelv. Arra rányomtok, és ott be lehet állítani, hogy magyar, szóval hál' Istennek van magyar. A dátumidőt azt ugyanúgy állítsátok be, meg az időt is, most van 2022, ugye 17-18-a, és amikor ti megveszitek, azon a napon kell beállítani, és ugyanazon az időt is, 10 óra 46 van, ahogy jól is jár az idő, szóval oké. Formátum, nem tudom, a gyár és a firmware verziót, azt hagyjátok, az nem tudom én sem micsoda, és az X meg az OK gomb megnyomásával lépjen ki, az OK gomb az maga ez lesz, ezt meg kell nyomni, és akkor ki tudunk lépni. Szóval,
van maga a wifi. Srácok, mindjárt megkeresem a másik telefonomat, addig várjatok. Mindjárt csak megállítom a videót. Nektek amint, hogy megsállt volna, vagy nem tudom. Na, ugye maga itt a kis wifi jel... Ne, aludjál! Na, és akkor ugye itt ezt megnyomom, akkor az be fogja dobni. És kijelzi, hogy itt van, konkrétan tényleg van rajta wifi. A wifi neve X3.1 Atlas. A wifi jelszó meg 1234567890. Most ugye itt van a telefonom, ez egy másik régi tálom. Nem is foglalkozom vele, mert nem jó annyira. Jelszó bérom 1234567890. Látjátok, beírom, kapcsolódás. És kapcsolódik ugye az eszköz. Ez csatlakozva van. Szóval nézzük. Hogyha például írok valamit, most egy csoportom, ő azt mondja, hogy ez a wifi hálózat nem jelent, ez egy internet hozzáféréssel így csatlakozik-e. Igen, mert nem tudom, hogy ez nyomja meg, hogy kikapcsolja a wifi-t. Ezt nem tudom, miért van, srácok. Ha ezt tudjátok, hogy hogyan lehetne esetleg megoldani azt, hogy jó legyen, hogy miért nem akar, hogy azt írják, hogy nincsen internet elérés, hát ezt nem tudom, hogy miért. Ki akarjátok kapcsolni, akkor ezt a gombot meg kell nyomni, és akkor le van kapcsolva elvileg. Vagy nem, akkor meg kell nyomni ugyanúgy a wifi-t. Itt, ezt a wifi-t. Itt, ezt. Szóval, igen, ezt majd lehető be lehet állítani valahol. Én ezeket így nagyon nem tudom. Akkor van itt, ugye igen, a C az a felgomb, a wifi bekapcsolása, a D meg a legomb. Van akkumulátor behelyezése. Maga az akkumulátor, ugye itt, nem tudom, hogy annyira jól látjátok-e. Kicsit rávilágítok mindjárt nektek. Hol van a zsebámpa? Itt. Így jobban látjátok. Itt van az akkumulátorra. Itt van ez a HDMI, meg van az USB. Az USB-vel itt lehet tölteni, a HDMI-t azt lehet számítógéphez, laptophoz, TV-hez, ugye. TV-hez hozzá csatlakoztatni, stb. És ott lehet föltölteni minden. Hát nem föltölteni, meg hát úgymond, hogy ott nézni dolgokat. Akkor kell bele egy, itt, srácok, itt, egy microSD kártya. Hát, én annyit mondok nektek, nem ajánlok 32 gigásat. Hát, hogyha ti akartok, akkor az jó. És majd lehet 64 gigásat, 128-asat, bármennyit elbír. Ja, és hogyha akarjátok még leírni például a kommentben, hogy hogyan kéne letörölni róla a képeket, meg a videókat, hogyha tele van maga a ez a kis kamera. Azt majd mindjárt majd meg... Annyi nem mutatom meg nektek, annyit kell csinálni, hogy az USB-be hát egy ilyen mikro USB-s töltőt kell belehelyezni maga a laptopba, és akkor ott kiír, hát most várjatok, mindjárt ide elhozom nektek, akkor. Úgy, akkor itt a laptop, és akkor megmutatom nektek, hogy mit fog kiírni, mielőtt még, hogy nem értenétek. Szóval, annyi, hogy bekapcsolom. Leülök. Mindjárt megfordítom nektek valahogyan a kamerát, vagy nem tudom. Vagy mindegy, nem tudom, de nem engedi, de itt van ugye. Akkor mindjárt ugye bedob. Jaj, közben ott voltam, sorry. Ezt nem így akartam. És akkor ugye ezt is valahol ide be lehet helyezni maga a micro USB-nek a töltő cuccát. Nem megy bele néda, hát hova? Olyan nehéz, mert hogy forgatni kell, stb. És már idegesítő tud lenni. Na, végre sikerült. És akkor ugye a micro USB ilyen töltő kell. Hogyha van nektek például olyan telefon, mint egy ilyen, ez jó hozzá,
És akkor mindjárt mutatom nektek, hogy itt. Itt az USB-be így sikerül, akkor így. Ki fog dobni egy ilyent, hogy USB módban PC kamera. A PC kamera az azt jelenti, hogy kamerát lehet majd, igen, van sima töltés is, de mi akkor a USB módban. Ezt megnyomjuk, és ezt ki fogja dobni. A laptopon meg ki fogja dobni ezt, maga ezt. És itt vannak, hogy videó. Most Tom izé csináltam egy képet is, meg csomó videó itt van. Ez engem nem érdekel. Na, annyi, hogy... Vártok, hol van ez a gerem? Itt van, na. És akkor itt fogjátok bal klikkel, vagy nem, ez a jobb klikkel így fogjátok, felhúzzátok így az egészet. Ha nekem engedni, úgyhogy kitöröljétek így az egészet, ahogy én csinálom. Várjátok, már így nehéz dolgozni, ugye? Fogjátok így az egészet, bal klik, és ki fogja dobni, ott van, hogy törlés. Igen, biztos törli el minden 10 elemet, és akkor kitörli. Vannak képek is, az is így. Igen, kitörli, és akkor jó, ez a videót, ezt csak próbáltam itt valamit, és akkor mindjárt mutatom, srácok, csak akkor állítom a képet. És akkor ugye ezt kihúzom belőle, úgy, jó van, frissíteni kell a gépet, akkor hagyom. Akkor ezt ide lerakom. Jó lesz az ott, és akkor ha... Jaj, ezt elkezdtem videót csinálni. Fak, na mindegy. Annyi, hogyha oda mentek majd, hogy meg akarjátok nézni a képet, jó, nekem véletlenül most ezt kiadta, akkor egy ilyen szomorú smiley-t, vagy nem tudom, ki fog dobni, hogy akkor nincs semmi, akkor fullosan szabad minden, szóval az azt jelenti, hogy nekem is most itt van fönn, hogy 58,2 GB tárhely. Akkor igen, és szóval ilyeneket lehet róla tudni, akkor itt olvasok még valamit, igen, na, jó, akkor ezt hagyjuk, ezt a papírt, mindegy, veszünk még, amik vannak, tartalmaz ez a doboz, na szóval. Amit még tartalmaz, addig kikapcsolni, azt úgy kell csinálni, hogy hosszan meg kell nyomni, és akkor kire, see you soon. Szóval igen, találkozunk később. És ugye, annyi, hogy így bele lehet, így kell belerakni, ja, és vannak hozzá ilyen gombok, hogy ugye itt is lehet használni, stb. És úgy kell kivenni, hogy ezt fogod így föl, kipattintod, és akkor így kiszeded belőle óvatosan, mert erre vigyázni kell. Szóval annyi, hogy itt még kaptunk ugye egy töltőt hozzá, amit ilyenbe kell rakni, mert másképpen nem működik. Számítógépen nem éri tölteni, én így töltöm. Kapunk, nem tudom minek, matricákat, igen, matricákat kapunk. Nem tudom minek, de oké. Okay. Ezt félre rakom. Ez egy ilyen kis tapadó, nem tudom micsoda. Gondolom, ezt rá lehet rakni valahogy belecsúsztatni, vagy nem tudom. Ezt elvileg rá lehet rakni, nem tudom mire, autóra, vagy fogalmam sincs, hogy mire. Ez egy ilyen ütésálló tok, ami, hogyha leesne a kamera, akkor ugye nem sérül meg. Ezt szerintem ezt lehet ilyen autókra rakni, szerintem kormányra, vagy nem tudom, de ezt is óvatosan... Na, és tényleg, még kaptunk hozzá egy kis karórát. Ezt is lehet használni, amikor be van kapcsolva a kamera. Ugye itt van ugye a fényképező, ugye ezt megnyomod, akkor fényképez, ezt megnyomod, akkor videóz. És itt vannak ezek a... Hát, mint hogyha meg tudnál nézni ugye a képet, hogyha megnyomod, de nem csinál semmit. Szóval ez nem fog működni nálatok, vagy lehet, hogy működik, vagy valakinél nem, de ez nem érdemes megnyomni. Maga, ugye már mutattam, hogy hogyan lehet megnézni a képeket, szóval igen, kaptunk még igen, ugye ehhez, hogyha már nem működik ez már nem jó, nem tapad jól, akkor még kaptunk kettő ilyent hozzá. Ez fogalmam sincs, hogy micsoda. Ez, amik vannak itt, ezt nyakba lehet akasztani, fejre nem hinném, hogy jó.
ezt, amikor például gördeszkázol, biciklizel, bármit csinálsz, ez oda jó, vagy éppen, hogy csak csúszdázol, de szerintem annak nincs értelme, annyi, hogy fogod a kezedbe maximum a kamerát, és hát igen, így ennyi. Megkaptunk egy ilyen, mindjárt mutatom, ilyen kis cetlit, ahol rá van írva, hogy gratulálunk az új Lomax termékhez, igen, mert hát ugye, hogy megkaptam, akkor gratulálnak. Szóval igen, ezeket lehet róla tudni, hogy minden egész jó. Majd lesz egy olyan videó is, hogy például elmegyek vagy éppen biciklizni, vagy valamit csinálok, és akkor megmutatom nektek, hogy majd milyen lesz maga a kamera minősége, stb. De ez majd egy külön videóban lesz. Na, én Soti Pro 16 voltam, sziasztok!